Nehéz hetek várnak a parlagfű allergiában szenvedőkre. Iden a hetekig tartó kánikula, illetve előtte a csapadékos időszak kedvezett a gyomnövény szaporodásának. A következő napokban és hetekben pedig rohamosan növekedhet a parlagfű pollen koncentrációja. Ezzel egy időben hevesen jelentkezhetnek az allergiás tünetek. Olyan helyeken, ahol elhanyagolt földterületek vannak, ott nagyon magas a koncentráció. Tehát az első legokosabb dolog, hogy elkerüljük a pollendós területeket. Olyan helyre menjünk pihenni szabadságra, ahol nem jellemző a magas pollenkoncentráció. A második, hogy aki tudja magáról, ismeri, hogy ő parlagfűre érzékeny, az ideje korán még a tünetek előtt egy lépéssel kezdjen el antihisztamint szedni, és az nagyon sokat számít a kezelés hatékonyságát, illetve ha időben elkezdjük Ugyanakkor egyszerű praktikák is enyhíthetik a tüneteket, amikkel egész egyszerűen megakadályozhatjuk azt, hogy pollen kerüljön a nyárka hátjára. Nagyon gyakran a kezet, arcot, amikor hazamennek, váltsák le a ruhájukat, mert azokon rengeteg pollen megtapad még, és az, ha bekerül a levegőbe, még tovább növeli a tüneteknek a súlyosságát. A orvos hozzáteszi, néhány zöldség és gyümölcs okozhat ugyan kereszt ám ezeknek az elkerülések korán sem csökkenti oly mértékben a tüneteket, mint a megfelelő és erőteljes antihisztaminos kezelés.